Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, megint csak jön egy videó, ahol amit kérésre kértetek, mégpedig ugye Battlefield 4, hogyan válogassunk a forgripek között, tehát srácok, sürgősen rá kell állni az angolra vagy az idegen nyelvekre, és megtanulni lefordítani a dolgokat, mert baj lesz, ha nem. Na, de akkor most beszéljünk arról, hogyan válogassunk a forgripek közül, ugyanis ez a kedves feliratkozóm rám írt, hogy csináljuk már erről a videót, úgyhogy ezt is egyszerűbb és célszerűbb megmutatni a Test Range-en, mint hogy egy játék alatt beszélni róla, mert azért jobb, hogyha látjátok a dolgokat, úgyhogy most el fogok árulni egy olyan módszert, hogy úgy is tudjál válogatni a forgripek, illetve egyáltalán az attachmentek között úgy is tudjál válogatni, bocsánat, csak már berekedek, ez már a harmadik vagy negyedik videó, amit ma csinálok. Úgyis tudja válogatni a forgripek az attachmentek közül, anélkül, hogy tudjad, hogy mit jelentenek. Szóval egy tök egyszerű módszer, és erre már magatoktól is rájöhettetek. Na, akkor jöjjön a redeploy, megint csak, és... Na, jó, M4, mostában ezt maxolom ki, az M4-et, mert nagyon jó dolog. De várjatok, csak erre még nem is oldottam fel sok mindent, mert még csak most maxolom. Ezért jöjjön az OK5C, mert az OK5C-re már mindent feloldottam. Oké. Tehát a legfontosabb dolgokat ott találjuk, hogy standard bar, egyelőre mindent leveszünk mindenről, jó? Mindent leveszünk mindenről. Ez jó, a többi nem lehez maradhat, mert ezek nem játszanak semmit. Akkor most jöjjenek azok a bizonyos attachment problémák, foregrip problémák és a többi. Hogyan is álljunk hozzá? Tehát anélkül, hogy tudnád, hogy mit jelent. Tehát, hogy itt van egy rövid leírás, amit látjátok, a potato grip, name forehanded foregrip, name for its obvious visual similarity to the classic spud, improves accuracy by reducing the automatic fire penalty by 15%, do not eat. Nagyon viccesek voltak, do not eat, oda tették a végére, ne edd meg, mert potato grip ugye azt jelenti, hogy krumpli fogó, vagy krumpli bármi, tehát krumpli a potato. Na, hogy ahelyett, hogy ezt az egészet lefordítanám nektek, minden egyes gripnél megtanítom, de inkább, hogy hogyan válogassatok az attachmentek közül, és hogy hogyan állítsátok be a fegyvereteket, és stb. Stb. Látjátok ezt itt? Minden fegyvernek van a gyengesége is. Most nagyon figyeltek, mert megint csak elárulom, de most már azt hiszem a tizedik videóban a játék, amivel játszunk, az a matematika. Matematikai szabályokra épül, ezért gyakorlatilag több megoldása is lehet az egyenletnek. Na igen, így is el lehet mondani, tehát a végeredmények több megoldás is lehet. Ugyanúgy meg tudod szokni a lövést foregrippel vagy foregrip nélkül. Ahhoz, hogy megszokd a lövést egy fegyverrel, annak el kell tennie legalább egy 500 killnyi embernek, tehát egy ilyen 5-6 óra, 5-6 órányi játékot kell, hogy játsz egy fegyverrel, anélkül, hogy rátennél akármit, tehát anélkül, hogy rátennél akármit, meg fogod szokni azt a fegyvert, és utána már úgy lesz fura lőni vele, hogy rajta van bármilyen attachment is. A játék nem valóság, a játék matematikai szabályokra épül, és úgy is meg tudod szokni azt a bizonyos fegyvert, hogyha nincs rajta attachment. Szóval csak lőni kell vele. Tudom, hogy már alig várat, hogy rárakják gizda cuccokat és a többi, de hidd el, hogy nem leszel jobb tőle, és a fegyvered sem lesz jobb tőle. Attól leszel egy jobb játékos és egy jobb lövész, hogy időt töltesz el azzal a fegyverrel. Magyarul játszol azzal a fegyverrel, és hozzászoksz, és például én most az M4-et maxolom, urva szar lőni vele, nagyon nehéz, de amire oda kerülök, hogy megcsinálom azt a 300-400 skillt, már annyira beleövök, hogy nagyon jó lesz vele lőni, és fura lesz majd lőni az új fegyverre. Értitek? Ez a lényeg. Na de, hogyha ragaszkodtok, akkor játszunk úgy, hogy megtudjuk, hogy hogyan kell kiegyenlíteni egy fegyver erőviszonyait. Ha tudod például, hogy ez a fegyver gyenge a range-ben,
és most jöjjön egy nagyon jó gamer trükk. Ha tudod, hogy gyenge a range-ben, akkor azt mindenki tudja, hát ha gyenge a range-ben, akkor rárakunk egy valamilyen szkópot, és akkor úgy távolra jobban fogunk látni. Megint csak azt mondom, matematikai szer. Ha a fegyver gyenge a range-ben, akkor nem biztos, hogy célszerű szkópot rárakni. Értitek? Hanem ráraksz egy red dot sight fajtát. Azért, mert hogyha távol van a cél, a red dot sight kifejezetten ebben a játékban segít fókuszálni. Főleg ez a reflex RDS. Segít fókuszálni, segít rálátni arra a célra. És a kobra a másik, a holografik a harmadik, ami segít ráfókuszálni a távoli célokra. Szóval, hogyha egy fegyver gyenge a range-e, az akkor érdemes rárakni a red dot sightot. És a többi adata, tehát ez a fegyver 30-at sebez, vagyis hát 31-et a patcholta, mindegy, az minden karabélye ugyanaz, és tudjuk, hogy a Battlefield játékon belül minden fegyvernek egy viszonylagos opcionális, optimális sebzése van. És ezzel nem nagyon kell törődni, mert szinte mindig 30 körül sebez, plusz-minusz, Skárhá 40. Szóval nem annyira kell vele törődni, mivel kell ugye törődni a különböző dolgok, a stabilitás, hipfire, range, már ha akarsz vele törődni, mert megint csak mondom, meg lehet szokni enélkül is a dolgokat. Mire ügyelünk ugye? Amit látod, accuracy-ra dob rá a potato grip. A range-et már kilőttük. Hát az accuracy-ra rádob a potato grip, akkor érdemes rárakni, nem? Akkor kicsit jobb lesz az accuracy. Itt a stabilitás. Az angle grip rárak a stabilitásra. Hát van nekem szükség erre a fegyver stabilitásra? Hát a franc vigyel, miért ne? A range-et már kilőttem, hát akkor jöjjön az angle grip. Mert a stabilitásra rárak, miért ne? Hát nekem kell a stabilitás, jó van. Akkor itt a potato grip, hát nem is tudom, stabilitása nagyon sok, inkább rárakom a potato gripet, mert akkor accuracy-ra rámegyünk, de a stabilitás amúgy is magas. De lássuk, hogy mi van itten, amivel tudunk még növelni. Ó, oda néz. Aha, szóval a heavy barrel az többet rak rá accuracy-ra, mint a potato grip. Aha, tudjátok mit? Akkor rárakom a heavy barrel-t, leveszem a potato gripet, és hogy kiegyensúlyozza, majdnem egyformává teszem a stabilitást és az accuracy-t, rárakom az angle grip-et. Voilà, c'est fini. Tehát már is kész van az AK5C, egy kiegyensúlyozott fegyver, amivel távolabbra, nem maximális távolsága, távolabbra is lehet lőni. Voilà, c'est fini. Kérem szépen, jöjjön egy másik fegyver, egy másik példával, valami, aminek teljesen más a... Erre még nem oldottam fel mindent, itt most maxolom. A91... Mit ér el lényegesen ettől az AK-től? Jó, lejön az A91. Na szóval... Még ezt sem maxoltam ki? Na, nem baj. Akkor jön valami, amit kimaxoltam. Mégiscsak jobb azt mutatni. Ah, akku, jó van, jó lesz. Na, lássuk, hogy önmagában a kis akucskánk milyen adatokat tartalmaz. Damage ugyanaz a 30-31 körüli, nem gázos. Accuracy-a gyengécske, stabilitása viszont nagyon magas. Range szar, de megint csak mit mondok? Ki lehet küszöbölni egy red dot sight fajtával. Én a kobrát szeretem a legjobban, csak amikor játszottam ezzel a fegyverrel, a kobrát későre kaptam meg. Úgyhogy rárakunk egy red dot sightot. Ez egy trükk. Nem rakunk rá olyasmit, amivel nehéz célozni távolra, egy szkópot vagy valami ilyesmit. Hanem rárakunk egy red dot sight, és a távolabbi célpontokat is láthatjuk. De akkor azt látjuk, hogy minden kéne erősíteni ennél a fegyvernél. Hát akkor legyen accuracy, mert hogy accuracy-ra növelni kell. De amit látjátok, a zöld pöttyöket, hát ez a Tribeam laser, ez nagyon ad a hipfire-re. Én nem szeretek lézereket használni, mert kilométerről kiszúrnak, úgyhogy nálam ezek felejtősek nálam. Tehát egyedül itt az új, nagyon hasznos, nagyon jó dolog, nagyon imádom, target detektor, az már minden fegyverén nálam alap.
dolog. Ez mit csinál ez a target detektor? Aki 100 méteren belül van, automatikusan spotolja. Tökéletes. Automatikusan spotol. Nem kell húz, nem kell semmi, automatikusan spotolja azt, aki 100 méteren belül van. Menjünk rá a barrelökre. Mit is mondtuk, hogy mi ad rá sok accuracy-t? Heavy barrel. Aha. De a heavy barrel mínuszba levesz a stabilitástól. Megint csak. Én rárakom a heavy barrel-t, mert kell az az accuracy. Kell az accuracy, mert az accuracy fontos. Lényegtelen, hogy mit írod. Heavy cold hammer forged barrel to improve aimed fire. A zoomolás segíti amúgy. Lényegtelen, hogy mit írod. Te azt látod, hogy az accuracy az gyenge ennél a fegyvernél, ezért te rárakod a heavy barrel-t, hogy magasabb legyen az accuracy, ezáltal a stabilitás és az accuracy egy bizonyos optimális, tehát egyforma rétegbe került gyakorlatilag. Na most, mire gyúrjunk még rá? Tehát, még rá tudunk gyúrni az accuracy-ra, tehát egyszerűen maga a célzott lövést, és már még erősebbé tudod tenni, hogyha szeretnél. De hogyha vissza szeretnéd nyerni a stabilitását, akkor visszanyerheted a stabilitását, de akkor gyakorlatilag ugyanott kötsz ki, ahol voltál, ahol az eredeti fegyver alapvetően volt. Úgyhogy hát nem tudom, akkor játsszál még extra stabilitás. Ez a fegyver amúgy is stabil. Ki kell próbálni, ki kell tapasztalni. De akkor lejön extra accuracy, hogy nagyon pontosan lőj távolabbra. És mivel úgyis gyenge távolra ez a fegyver, a range című dolog, amit már te is tudsz, anélkül, hogy angol tanulnál egyáltalán. Tudod, hogy a range amúgyis, hogy messzire lehet lőni távolra, akkor rá kell gyúrni az accuracy-ra, mert sokat célzok távolra, és legyen pontos. Akkor accuracy, mindent accuracy-ra teszel, és boldog vagy. Ennyi. És, ja, megvan oldva a fegyver problémád. És távolra, amint látod, tök jó, precíz, pontos lett ez a kis fegyverecske. De visszaállítom magamnak az M4-emet, mielőtt elfelejtem. Ennyi lett volna ez a videó, srácok. Amint látjátok, az M4 is, a most maxolom az M4-et, és egyelőre nincs sok mindenem rá. Apá, bocsánat. Ugye, ami van rá, azt rárakom. Látom, hogy a range-ben ez a fegyver is elég gyengucska, ezért raktam rá a Coyote Sight-ot, ami segít egy kicsit távolabb célolni. Target detektor már minden fegyveremnél ott van, hál' Istennek, hogy ezt megcsinálták. Accuracy-ra azért raktam rá az accuracy-t, mert gyakorlatilag nem volt akkor más, de igazából nincs rá szükség, mert ez a fegyver accuracy ban is elég jó ahhoz képest. Na most, heavy barrel rárakjuk, és azért, hogy visszanyerjek, mert a stabilitásból nagyon levesz, hogyha rárakunk az accuracy-ban, és azért, hogy visszanyerjek a stabilitásából, ráraktam az angle gripet, és úgy gondolom, hogy ez rajta is fog maradni, szinte a játék végén elég hasznosnak találtam. Nos, így állítom én össze a fegyveremet, a gripeket, és a többi, és a többi. Remélem, hogy tetszett a videó, remélem, hogy tanultatok valami újat, anélkül, hogy meg kellene tanulni angolul azért, hogy lefordítsunk különböző dolgokat. Nos, köszönöm a figyelmet, sziasztok!